Idén nyáron ismét a gyermekeké a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A 8 és 14 év közötti iskolásokat Bagoly úr és Pakucs János a Proprogresszió Alapítvány elnöke köszöntötte. Ti most kivételezett helyzetben vagytok, mert minden évben több mint 50 ezer gyerek szeretne Magyarország egyetemistát lenni, és ebben az évben ti vagytok az első, aki egyetemistát lettetek hivatalosan, mert már itt vagytok az egyetemen, egyetemi padban, és egyetemi előadásra fogtok hallgatni, persze nem azon a szinten, mint a 20 éves egyetemisták, hanem nektek megfelelő szinten. Szóval a gyerek egyetem, ami most másodszor rendezi számotokra, írtok számára, kiválasztottak folytatok. A gyermek egyetem első előadója Józsa János rektor a víz fontosságáról és szerepéről tartott játékos előadást. Én ugye itt a víz erejéről fogok beszélni, szóval a vízről fogok beszélni, mert az én életem úgy alakult, hogy úgynevezett vízépítő mérnök lettem, tehát sokat foglalkoztam a vízzel, és az nekem mindig egyfajta hálás dolog volt, és ma is élvezem az ezzel való foglalatosságot. És azt pedig tudjátok, hogy az az 1838-as nagy árvíz, ami elöntötte szinte teljes Pestet, az miért volt? Igen, azt a Veselényire gondolsz, ugye? Így. Az meg azért volt, mert hogy nem jött semmiféle nagy eső, amiből nagy árhullám keletkezett volna, hanem tél volt, és képzeljétek el, Csepel magasságában fenékig befagyott a Duna. Jöttek a jégtáblák, képzeljétek el, sodródik a jégtábla, és így fordult alá a jégtábláknak egyre több tábla, egyre mélyebben kitöltötte, és végül teljesen elzárta a Duna, föltorlódott, és a víz kénytelen volt a fölött menni. Tehát a természetes árhullámoktól teljesen különböző, rettenetesen magas szintek alakultak ki, azért, mert a jeget nem tudta jól levezetni télen a Duna. A nyári tábor második éve két turnusban egy-egy hétre várja az érdeklődő és tudásszomjas fiatalokat.